Új rektorhelyettesekkel kezdte meg működését egyetemünk vezetése az idei tanévben. A következőkben dr. Berke Gyula oktatási rektor beszélgetünk tervekről, célkitűzésekről. Sok szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. 2007-től két cikluson átlátott edékeni tevékenységet az állam és jogtudományi karon. Mi motiválta, hogy most rektor helyettesként folytassa pályáját? Igen, valóban hat évig voltam a jogi kar dékánja, és amikor ez az időszak befejeződött, akkor majd, hogy nem megfogadtam, hogy soha többé nem vállalok ilyen típusú feladatot. Aztán eltelt egy év, és hát tulajdonképpen meglepetésemre a rektor úr megkeresett ezzel a most folyamatba kerülő ajánlattal, vagy lehetőséggel. Aztán meggondoltam magam. Tulajdonképpen, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni azt, hogy miért. Akkor azt mondanám, hogy a rektor által felvázolt elképzelések tulajdonképpen szimpatikusnak tűnnek, és azt gondolom, hogy sikereket is el lehet érni ezeken a területeken. Ugye korábban megfogalmazta, hogy az idegen nyelvi képzésre, illetve a külföldi kapcsolatok erősítésére nagy hangsúlyt szeretne fektetni most rektorhelyettesként. Mik azok az konkrét elképzelések esetleg, amik ezeket a pontokat erősíteni tudják? Egyrészt azt kell mondjam, hogy itt most sajátos helyzet keletkezik a rektorhelyettesi megosztásban, mert ugye a külügyi tevékenység az Zeller rektorhelyetteshez kerül ugyanakkor hát a képzési része a dolognak az meg az én hatáskörömben van. Ha rátekintünk arra, hogy mi is történt ebben a tekintetben a Pécsi Tudomány az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy mondjuk az utolsó rektori ciklusban, tehát Bódis rektor megelőző ciklusában az a célkitűzés, hogy jelentősen növekedjen a külföldi hallgatók létszáma, az részben megvalósult. Tehát jó pár százal, négy növekedett a ciklusban a külföldi hallgatók létszáma. Ami azonban még ehhez képest is szembeötlő, az az, hogy korábban az egyetemen külföldi hallgatók tulajdonképpen csak nem kizárólag az orvoskar képzéseiben vettek részt német és angol nyelven. Az a helyzet, hogy jelenleg is ezeknek a hallgatóknak a száma a legnagyobb, és tulajdonképpen növekszik is változatlanul, azonban az is megállapítható, hogy számos olyan képzés indult az egyetemen, ahol megjelentek a külföldi hallgatók, például a bölcsészkaron mondjuk a pszichológia képzésben, de azt kell mondjam, hogy mondjuk a jogi karon is elindult idegennyelvű képzés tavaly, és már az idén számos külföldi hallgató jelenik meg ezen is. Tehát azt látom, hogy az idegennyelvű képzési portfóliónkat jócskán alakítani kell, növelni kell az idegen kurzusoknak, meg képzéseknek, szakoknak a számát is. Nyilvánvaló, hogy így lehet érdemben előrelépni ezen a területen. A képzési portfóliónk alakítása szempontjából a karok közötti együttműködést azt alapkérdésnek tekintem. Szerintem ezen a területen sikereket elérni kari együttműködésekkel lehet. Ami az én lehetőségeimet, meg feladataimat illeti, vagy illetheti ezen a területen, az tulajdonképpen az, hogy ennek a kari együttműködésnek a szervezeti működési szabályozási kereteit úgy alakítsam, vagy közreműködjek ezeknek az alakításában annak érdekében, hogy ezek az együttműködések gyorsan, gördülékenyen, egyszerűen, administratív és anyagi nehézségek nélkül történjenek. Az nyilvánvaló, hogy az a probléma, amit hát közhelyszerűen a képzésben mutatkozó párhuzamosságoknak szoktak, vagy szoktunk nevezni, az az elkövetkező időben ki fog éleződni az egyetem életében, és egészen biztos vagyok abban, hogy erre gyors és határozott megoldást kell találni. Az, az, egyértelmű, hogy az egyetemen mind a képzési területek, mind a szakok, mind a tantárgyak tekintetében nagy számú jelentős párhuzamosságot találunk, ami egyébként, hogy mondjam, összességében erőforrás pazarló egy oldalról, más oldalról, meg Biztos, hogy ennek a fenntartása, finanszírozása erőforrásokat von el attól, amit az előbb a képzési portfólió modernizálásaként emlegettünk. Van -e esetleg olyan ö, egyéb kulcspont, amire úgy érzi, hogy hangsúlyt kell fektetni ebben az új periódusban? Gondolok itt a fogyatékkal élőkre, a roma kérdésre. Az előző rektori ciklusban megfogalmazódott több ilyen program, és a ö, programok alapjainak a kidolgozása is ö, megkezdődött. Egyik másik előbbre tart, ö, egyik másik még csak a ö, ö, kezeti stádiumokban van, tehát több ilyet lehet említeni. Az egyik az úgynevezett érzékeny egyetem koncepció, amelyik a Fogyatékkal élő hallgatókra és másodszorban a fogyatékkal élő alkalmazottakra koncentrál. Én egyetértek rektor úrnak azzal a korábban megfogalmazott elképzelésével, hogy a Pécsi Tudományegyetem a fogyatékkal élők számára egy országos kiterjedéssel működő központi jelentőségű intézmény legyen, melyik vonza a hallgatókat, és hát nagyon egyszerűen fogalmazva ennek érdekében az egyetem egyébként működő úgynevezett támogató szolgálata támaszkodva a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést tulajdonképpen tovább kell folytatni. Másik ilyen program az úgynevezett Diaszpóra program, amelyiknek a célcsoportja, ez tulajdonképpen egy képzési program, vagy több képzésből álló programcsomag, ez legalábbis a legfontosabb eleme, ez tehát a külföldön élő magyar népességre irányuló program, szerte a világon egyébként Ausztráliától a Kárpát-medencéig. Harmacsorban lehetne említeni talán azt a tulajdonképpen a kidolgozásnak még a legeslegelső fázisában levő programcsomagot, amit mondjuk a romák Képzésének lehetne elnevezni, szóval egészen biztosan alapvető, és egyébként az egyetem küldetéséből is fakadó cél az, hogy, hogy a roma hallgatók számát, szerepét és lehetőségeit növeljük. Én ennek érdekében igyekszem mindent megtenni, és megint azt hangsúlyozom, hogy igyekszem a legszélesebb konszenzust kialakítani az érintettek körében. Rektor, helyettes úr, én azt gondolom, hogy bőven van akkor feladat és kihívás a vezetőség előtt. én Ehhez kívánok nagyon sok sikert és eredményes munkát ebben a következő periódusban. Köszönjük, hogy a vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm. Csókan.